Lassan lehet, hogy lelépek aki hamarával, mert folytán az időm, amúgy is nagyobbnak képzeltem el, de hát nem olyan nagy, viszont hát érdekes, tehát ami az egyik furcsaság, hogy van egy csomó ilyen kint lévő, ilyen osztogatós, ilyen cosplayes emberke. Még van olyan, amelyik a háznak a teraszáról ilyen hangos bemondóval ott szórakoztatja a népet. És ami érdekes, hogy mindig takarja az arcát. Tehát, hogyha elkezdett fotózni, azon elkezdik takarni az arcát. Lehet, hogy elkaptam egy-kettőt így, de érdekes. Szóval, hát azért nem biztos, hogy ez az 5000 forint megérte, de legalább nem a reptéren kuksolok 9 órát, szóval úgy nézzük megérte. Lehet, hogy fogom magam és veszek valami baromságot, valami ilyen szobrot, vagy nem tudom, vagy legalább így legyen valami kézzelfogható dolog, hogy én itt jártam. Szóval nem tudom, hogy mi az a keret, ami nekem belefér, de nem olyan olcsók itt a dolgok, szóval az, hogy én most itten ha veszek itt egy ilyen valamilyen szobrot, akkor az eléggé kirúgok a lámból tovább. Az épp, hogy megengedhetem magamnak, és utána nem lesz semmi pénze. Szóval ez van. Hát így állok már. Nem tudom már mióta vagyok talpon. Magyarországon most valami 7 óra lehet. Tehát olyan lassan 24 órája ébren vagyok. Így alakul, és járom a világot. Na jó van, majd jelentkezem.